gelem gelem lungo nedro menza maladile battalero menza gelem gelem lungo nedro menza maladile romenza ay ay romale ay ay chavale ay ay romale Van olyan roma ember, akire büszke vagy? Hogy ne volna, a fiaim. Három fiam, aki becsületesen és tisztességesen dolgoznak, megkeresik tisztességen a pénzt, ellássák a családjukat, nem lopnak, nem törnek, nem csavarognak, hát tisztességesen dolgoznak. Te is szeretnéd, hogy a gyermekeid büszkék legyenek rád? Igen, szeretném én is. Büszke vagy arra, hogy roma vagy? Igen, büszke vagyok arra, hogy roma származású vagyok, igen. Horváth Kálmán vagyok, 56 éves vagyok. Van-e roma büszkeséged? Hát van végül is, mert ugye a szüleim mindig arra neveltek, hogy tisztességesen, becsületesen végezem a munkámat. És akkor szerintem azért, hogy ők roma emberek voltak, illetve igen, szegények már csak voltak. Tehát az, hogy roma emberek, és tisztelték, becsülték a faluba őket, mert mindenkinek segítettek, még mindenkinél ott voltak, akinél szükségét látták. Te is szeretnéd, hogy a gyermekeid büszkék legyenek rád? Hát igen, hogy is mondjam, tehát két gyermekem van. Van egy 35 éves lányom, meg van egy 33 éves fiam. Ugye mind a ketten dolgoznak. Persze, büszke vagyok mindegyikükre, mert tisztességes munkával keresik a kenyerüket. Büszke vagy arra, hogy roma vagy? Hát én, hogy mondjam neked, én világ életemben annak is tartottam magam, meg az is vagyok. Igen, lehet azt mondani, hogy büszke vagyok, igen. Lukács János vagyok, 15 éves. Van olyan roma ember, akire büszke vagy? Igen, Schneeberger Ferenc. Azért, mert roma létére nagyon nagy csúcsokat elért. Mert mint gitárművész, meg stb. Te is szeretnéd, hogy a szüleid büszkék legyenek rád? Persze. És miért? Hát azért, mert vannak céljaim, és azokat el szeretném érni. Büszke vagy arra, hogy roma vagy? Persze. Ande biblasni otraju ajo chaki mo Konshonele borbas tameski me Haleluya o Jesus ni otraju Iskete sane Ciao.